Mostanában haldoklik bennem egy költő. Versorait már rég nekem adta. Postán, e-mailben küldözgette, vagy ajtón résén bújtosta be olykor. A Mostanában haldoklik című versét is előadta a közönségnek Szentmártoni János Máté Szalkán hétfő este a költők egymás közt író-olvasó találkozón, melyen a költők Kürti Lászlóval beszélgetett. A vers a 2014-ben megjelent Miféle Földet című kötetben látott napvilágot. Hosszú hallgatás után, mikor újra elkezdett verset írni a költő, saját bevallása szerint egy kicsit új hangra is talált magában, vissza kellett térnie tetsz halott állapotából. Mint mondta, ennek egyik hozadéka ez a vers. Szentmártoni János azóta a versek mellett már más műfajban is kipróbálta magát, 2016-ban Szomjúság címmel kisregényt adott ki. Ebben ugyan magáról van, de sokan magukra ismerhetnek még a műben. Én így a regényt is próbáltam így írni, hogy nem csak az én életrajzomat tárja föl, hanem kitalált történetek is vannak benne, és írás közben jöttem rá, hogy akkor egy nemzedék nevében is beszélek, ugye a mai 40-esek egy átmeneti nemzedék problémáiról is, a gyerekkorunkról, a rendszerváltás körüli időszakról, és hát bízom benne, hogy olyan pszichológiai szálakat sikerült benne fölfejtenem, ami nem csak az én kérdéseimre adnak választ, hanem egy nemzedék kérdéseire is. Szentmártoni János a középiskolásokkal is találkozott Máté Szalkán. Szerinte fontos, hogy közvetlen kapcsolat legyen a fiatalokkal, ugyanis csak így tudnak hatással lenni rájuk. Minden művészeti ág szerintem élni tanít, és egy kicsit, hogyha az ember belegondol, akkor rádöbben arra, hogy a művészetek befogadása az olyan a szellemünknek, idegrendszerünknek, mint a testünknek az oxigén. Akkor van baj, és akkor veszük észre a hiányát, amikor, illetve szenvedünk tőle, amikor nincsen, és akkor válik ez természetessé. Nem kell ezt a pillanatot megvárni. Mi költők és hát más művészeti ág képviselő is nagyon próbálkozunk a tekintetben, hogy a fiatalokat megszólítsuk, hogy ne ilyen múzeumi figuráknak lássanak minket, vagy a tankönyvekben szereplő réghalott alkotóknak, hanem ugyanolyan húsvér embereknek, akik köztük járnak, adott esetben például is szolgálhatnak, és olyan dolgokról írnak, festenek, vagy szereznek zenét, ami az ő életükre is releváns válaszokat adhat. Szentmártoni János beszélt az irodalmi munkásságán kívül arról is, hogy amikor 35 évesen először megválasztották a Magyar Írószövetség elnökének, akkor Európában ő volt a legfiatalabb, aki ilyen tisztséget betöltött. Azóta már harmadik ciklusát tölti a szövetség elnökeként.